Kedves gyülekezet, a Szentírásban azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és alkalmas arra, hogy neveljen bennünket, hogy a javunkat szolgálja. Ezt a kijelentést, aminek a hatája tehát a teljes írásra vonatkozik, szeretném tovább erősíteni, ha úgy tetszik szűkíteni is egy bizonyos értelemben. Jelenések könyvének az első fejezetében a harmadik vers azt mondja, hogy boldog az, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják és megtartják azokat, amik leírattak ebben. Én is a héten figyeltem fel a ragozásra, hogy egy valaki olvassa, tehát nem általában az olvasásról beszélem, egy hasonló alkalomról, mint a mostani is, hogy egy valaki olvassa, többiek hallgatják, és ha minden jól megy, megtartják, és boldogok lesznek, ha ezt a tapasztalatot élik át. Miért idéztem ezt a verset? Mert azt mondja, hogy a Jelenések könyve azért van, hogy olvassuk, hogy tanulmányozzuk, hogy ismerjük. Nekünk is volt már itt két alkalmunk még a múlt év őszén, két nagyobb szakaszát tekintettük át közösen, két nagyobb egységét, látomását ennek a könyvnek. Csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy az első, második, harmadik fejezet volt az egyik ilyen, ahol hét jelképes levéllel találkoztunk, amiből megérthettük, hogy Isten szempontjából az emberi történelem hét nagy korszakra bontható. Jézus Krisztus első jövetelétől, amikor itt járt és a mennybe ment, onnantól kezdve addig, amíg visszajön. Tehát erről az időszakról beszélünk, ez egyértelmű, és azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez egyház történeti szempontból, Krisztus egyházának a története szempontjából hét nagy korszakra osztható, és ezeknek a korszakoknak a jellegzetességeiről szól ez a három fejezet, és ezt tanulmányoztuk közösen. A második ilyen nagy szakasz, amiről szintén szó volt, az a 4., 5. és 6. fejezet, az úgynevezett hét pecsétről szóló látomás, ahol szó volt egy bevezető látomásról, és azután pedig azt láthattuk, hogy ugyanezek a korszakok hogyan bontakoznak ki egy másik jelképrendszerrel, egy jelképes leírással, és a 8. fejezet első verséről is szó volt, ahol a 7. pecsét felnyitását olvashatjuk. Egyáltalán itt hadd jegyezzem meg, ezt jó látni azért, hogy nyilván mivel ugyanaz a történelem a témája ezeknek a proféciáknak, hát nem lesz más a felosztása. Tehát nyilván hét részre osztja, mindig ezzel találkozunk. De nyilván mindig egy kicsit mást mutat meg, mert akkor meg nem lenne értelme egy új látomást adni, hogyha mindig ugyanazt mondaná el. Tehát valamit mindig hangsúlyozni akar, máshová kerül a hangsúly. Például a második látomásban, a hét pecsétről szóló látomásban arról van szó, hogy milyen küzdelmeket él át az egyház. Az elsőben arról van, hogy a belső állapotai hogyan alakulnak a Krisztus egyházának. A másodikban, tehát a hét levél után a hét pecsét látomásában pedig arról, hogy milyen küzdelmeket él át az egyház, különös tekintettel a végére, tehát itt azt részletez inkább az 5. meg a 6. pecsét. A 7. pedig egész különleges volt, ha nem emlékszünk rá, majd hallgassuk vissza. Ma a következő ilyen nagy egységre térünk rá, ez az úgynevezett hét trombita szónak a látomása, tehát megint a 7-es, ahogy mondtam, ugyanarról beszélt, tehát most megint hét egységre osztja majd a történelmünket. Ezeknek a nagy része a 8. és a 9. fejezetben található Jelenések könyvében, de majd azt látjuk, hogy itt is van egy kis hasonlóság az előzővel, a hét pecséttel párhuzam. Tudnélik az, hogy a 6. után megáll a látomás, és nem folytatódik, és van egy közbeékerés, megjelenik valami. Nem tudom, emlékszünk rá, mi volt a hét pecsét látomásánál, a 7. fejezet volt a közbeékerés. A 6. úgy ért véget, hogy félelmetes idők lesznek a végidején, lesz ember, aki megáll, kiállhat meg. És erre hangzik el válaszként a 7. fejezetnek a látomása, hogy igen, János látta is azokat, akik megállnak, akik győzők lesznek. Tehát Isten mint egy választ adott az önmaga által feltett kérdésre. Valami hasonlóval találkozunk itt is, hogy a 7 trombita szóból a 6. trombita szó után, a 9. fejezet után nem a 7. következik, ami majd csak a 11. fejezetben szólal meg, hanem a 10. fejezet megint csak közbeékelődik, valamit az Isten mutatni akar és hangsúlyozni akar. Bele is kezdenék az áttekintésébe ennek a látomásnak. Annyit hadd mondjak, hogy elég nagy téma egyszerre, majd igyekszek gazdálkodni ezzel a megmaradt idővel, de valószínűleg egy kis türelmet kérek, majd nem ígérem, hogy délre be tudom fejezni.
És azt is hagyd tegyem hozzá, hogy elég sajátos a téma, mert történelmi vonatkozásai lesznek, majd olvassunk utána, akit jobban érdekel. Én is egy bizonyos értelemben másoknak a munkája nyomán tájékozódtam, és így mondom, amit mondok, de úgy gondolom, hogy mindenképpen megalapozott, mert a Biblia azért ezt alátámasztja, és van tanúsága. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről szól a hét trombita szó, azt a kérdést kell feltennünk, hogy ha már kétszer ugyanazt a történetet áttekintette az előző két látomás. Mondtam, hogy egyszer abból a szempontból, hogy az egyház belső állapota hogyan alakul, másodszor abból a szempontból, hogy milyen küzdelmeket vív a környezetére nézve, akkor mi lehet még az aspektusa, a szempontja a harmadik áttekintésnek, amikor megint visszatér a történelemre ez a profétikus könyv a Bibliának? Mi az, ami kimarad belőle az eddigi két látomás során? Egy biztos, hogy azt látni fogjuk, majd figyeljük meg, hogy eleve egy trombita szónak nevezi, ez a jelkép. Tehát nem levél, nem pecsét, ugye eddig ezek voltak egyébként trombita szó. Hát amikor a trombita szól, az általában azért riadót fúj, az olyan serkentő, tehát jelzés, méghozzá vészjelzés szokott lenni inkább a trombita szó. Másrészt látni fogjuk azt tartalmilag is, hogy pusztulásról, súlyos pusztulásról, gyakorlatilag ítéletről, megítéltetésről szólnak majd ezek a trombita szók, ahogy olvasom, majd felolvasom azért mindegyiket a rendkedvéért külön-külön. Azt is látni fogjuk, hogy alapvetően a természet és a társadalom vonatkozásában hirdet ítéletet egy-egy trombita szó, és az is kiderül majd, hogy nem annyira Krisztus egyháza áll ezúttal a középpontban, hanem valami más, de akármi is legyen ez, köze kell, hogy legyen a Krisztus egyházához, mert különben mit keresne a Bibliában. Ugye röviden úgy mondhatjuk, hogy a trombita szók, amelyeket majd ma látunk, a környező világ sorsának az alakulásáról szólnak. Tehát az az emberi társadalom, az az emberi közeg, amiben a Krisztus egyháza él, ennek a sorsa hogyan alakul, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus itt járt, az út, a helyes út ismert, a társadalmak egy része magát kereszténynek vallja Jézus Krisztus itt járta óta, és vajon ehhez képest milyen utat jártak be, Isten ezt hogyan értékeli, és adott esetben hogyan fenyíti és bünteti a pusztán névleges kereszténységet. Talán annyit előre is bocsájtatok, hogy ha ezeket megértjük, akkor jobban értjük majd Európa történetét is, hogy miért van az, hogy annyi hányattatás érte Európát, főleg ahhoz képest, hogy Európa kereszténynek mondható a Római Birodalom óta formálisan, és egy másfajta történelmet várnánk emberileg ehhez képest. Azt fogjuk látni majd, amit az Ószövetségben is látunk, hogyha megnézzük közelebbről, hogy Isten ott is a saját népét nem egyszer a környező pogány népekkel büntettette meg, nem egyszer megengedte, hogy azok szenvedjenek, mármint a saját népe a környező pogány népek támadásaitól, azért, mert csak hitvalló módon voltak a népe, és nem igazán. Emlékezünk mondjuk a bírák korára, ott ez visszatér gyakran, mint jelenség, ugye, hogy mindig valamilyen elnyomástól szenvednek, hiába ők a választott nép, ugyanezt látjuk a királykorban is. Itt talán két példát hadd mondjak még a bevezetőt lezárandó. Az egyik az, hogy van egy könyv, sajnos a szerzőjét nem néztem meg tegnap, és most nem tudok biztosan mondani, az a cím, hogy a német Cézárok, a német-római császárokról, szóval nagyon érdekes könyv. És abban arról van szó, hogy a 10. században az itáliai kereszténységet hogyan vetették meg az arra portyázó germán északi törzsek az erkölcseik miatt. Tudnék, hogy a keresztényeket megvetették ezek az ariánus, mert szintén keresztény, csak máshogy keresztény törzsek, mert itt iszonyú állapotok voltak Itáliában becsület és erkölcs tekintetében. A másik példa, ami ugyanezt erősíti, amit látni fogunk, hogy Magyarországon a reformáció idején nagy kérdés volt, hogy a török az mit keres itt a keresztény Európa szívében, ha van az az Isten, amelyik a kereszténység istene. És nem tudom, tudjuk-e, kétféle elmélet volt. A katolikusok azt mondták, hogy azért éri ez a csapás ezt az országot, ami akkor egy nagy ország volt és erős ország volt Magyarország, azért éri ez a csapás Magyarországot, mert felütötte a fejét ez az eretnekség, és az Isten ezért büntet. A protestánsok meg azt mondták, hogy a középkori egyház és társadalom állapotai miatt éri az Isten büntetése ezt az országot.
Hát ugye szokott helyzet, mindenki a másikat okolja, nem ezért idéztem, a tanúsága miatt idéztem, hogy mindenki okot látott mögötte. Tehát valami okának kell lenni, hogy az ország szenved egy idegen nép és egy idegen vallás támadásától, és Jelenések könyve ezt mindjárt meg is fogja erősíteni, látni fogjuk. Rá is térek magára az ígére ennyi bevezetés után. Ugye megszokhattuk, hogy mindig van egy bevezető látomás Jelenések könyvében egy-egy újabb szakasz elején. Most is van egy. A 8. fejezet elejét olvasom. Az első verset kihagyom, mert az még a 7. pecsét utolsó szakaszához tartozik, a 7. pecsétet tartalmazza, annak a felnyitását. A 2. verstől olvasom a 6. És láttam azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt állt, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany töményezőt tartva. És adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt van. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vette az angyal a tömjénezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre, és lőnek mennydörgések és szózatok, és villámlások és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, készült a trombitáláshoz. Ennyi a bevezetés, tehát ennyit látott az apostol. Minden részletre nem térek ki, csak egy pár dolgot engedjetek meg, hogy kiemeljek. Az egyik, ami most tűnt fel nekem is, bevallom, hogy Isten színe előr indul, ez a látomás is, úgy, mint az előző. Tehát mi az első dolog, amit János meglát? Azt olvastuk, hogy látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll. Ugye mit jelenti, hogy az Isten előtt áll? Hogy mindennek a központja a menny, az Isten személye és az Isten trónja, minden onnan indul el, mindennek a logikai láncolata is, hogy így mondjam, minden cselekmény. Tulajdonképpen ezért van szükség arra, hogy látomásban tekintsünk be oda, mert másként nem tudunk, ugye fizikai szemekkel nem tudunk, pedig ha odáig látnánk, akkor értenénk meg igazán minden dolgot, ami történik velünk és körülöttünk. Azt is itt, olvastuk itt, hogy oda irányul a szentek imádsága is. Tehát amikor imádkozunk, az a cél, hogy a mi gondolataink, a mi üzenetünk, a mi kérésünk, a mi hálánk, mint az imént is, eljusson oda ő hozzá. Azt olvasjuk az ezékiási reformáció kapcsán, hogy felhatolt a reformáció nyomán, a papok imádsága áthatolt az egeken az Isten királyi székéhez. Minden imának ez lenne a kívánalma, ez az alap. Ha ez nem történik meg, ugye azt szokták mondani nagyon hétköznapi, és akkor a plafonig jutott az imádság, ez a különbség. Viszont ez úgy kell imádkozzunk, azzal az igényel és azzal az elhatározottsággal, és azzal, amit itt olvastunk, mert azt mondja, hogy a szentek imádsága. A szentek imádsága. Ugye mit jelent ez akkor, aki nem szent, az ne is imádkozzon? De ki az, aki annyira szent? Ugye, hagyj idézek egy ígét, talán ez segít jobban megérteni, Jakab írja azt, hogy igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Persze mondhatnám azt is, hogy ki igaz, ez egyenlő azzal, hogy ki szent. Nem arról van szó, hogy egy maradéktalan vagy makulátlan igazság vagy szentség lenne ez, hanem aki szándékában oda tette magát, aki arra törekszik, aki nem fogadja el magát a hibáival, akire Isten hallgathat már, akit komolyan vehet a kéréseivel. Azt mondja a Biblia, hogy igen hasznos, ha az ember őszintén keresi az Istent, mert az az imádság meghallgattatik. Az ő javára is, ha úgy tetszik, de mások javára is. Azt mondja, hogy hasznos, haszna van, következménye van, hatása van az ilyen imádságnak, az ilyen emberek imáinak. De ott van a tömjén is, ugye erről szól ez a látomás, tudnék, hogy Krisztus érdemei nélkül semmit sem érne a legőszintébb ember és a legőszintébb imádság sem. A kettő együtt. Az emberi odaszánás és Krisztus érdemei, ezt tudja az Isten elfogadni, ezt tudja meghallgatni. Ennyit talán csak erről a bevezető látomásról, mert elég sok a feladat előttünk a szakasz megértését, követését és megértését tekintve. Olvasom is az első és a 2. angyal trombitálását, hogyan jegyzi fel a 8. fejezet. Az első angyal azért trombitált, és lőni jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmad része megégett, és az élőfáknak harmad része megégett, és minden zöldelő fű megégett.
A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérré lőn. És meghalt a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmad része elveszett. Hát erre utaltam korábban, csak pusztulásról szólnak a trombitaszók, semmi másról nincs szó. Tehát megfújják a trombitát, figyelem, riadó, jön a baj, jön a pusztulás. Egy dolog nagyon feltűnhetett nekünk, nem tudom, hogy melyik az a szó, ami leggyakrabban előfordul, itt észrevettétek-e, hogy a harmad része. Ugye? Feltűnt. Vajon mit akar ez jelenteni, meg ez az egész leírás, mert így azért, így, ugye erre mondtam, hogy nehezebb ez a szakasz, mert nincs annyi köze a Bibliához, a történéseknek, mert történelmi dolgokról ír, nehezebb megértenünk. Azzal hadd kezdjem, hogy jó helyen kell keressünk, hogy a hely és az idő, amiről a profécia szól, mi lehet. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus mennybe menetele után tárgyalja a történelmet, ez a látomás is, mint a másik kettő, hét részre osztva a történelmünket, a keresztény történelmet úgymond Krisztus után a visszajöveteléig. A helyszín az az akkori világ. Mi volt az akkori világ? A Római Birodalom, tehát ahol mindenki élt, akit tudunk. Ugye azon kívül nem ismerték a világot. Az idő pedig Jézus Krisztus után. És erről a korszakról azt kell tudnunk, hogy Nagy Konstantin császár a 4. század elején, tehát a 300-as évek elején, Nagy Konstantin császár miután visszavonult, ugye lemondott tudtommal a fiai javára, három részre szakadt a birodalom. Tehát a Római Birodalomnak három egysége volt ekkoriban, három részre szakadt. Ismerős lehet különben, mert korábban is triumvirátusokról olvasunk, tehát hárman fogtak össze, vezetők úgy igazgatták a birodalmat vagy a köztársaságot azokban az időkben. És minden bizonnyal arra utalnak ezek a szakaszok, hogy az akkori világot, amelyik ismert volt a Római Birodalmat, a társadalmát, különféle területein érik ezek a csapások, egy-egy harmadát támadják. Az első négy trombita szó minden jel szerint ráillik, az abban leírtak ráillenek a Nyugat-Római Birodalmat ért támadásokra és hányattatásokra. Az ötödik és a hatodik az inkább a keleti területek, a Kelet-Római Birodalomnak a sorsával foglalkozik. A hetedik pedig a legvége mindennek, megint, mint korábban is volt, de ez ma már nem kerül sorra, mert nem fér bele majd a témánkba. Rögtön hadd jelezzem, hogy minek felelhet meg ez az első két trombita szó. Az elsőt úgy valószínűsítik, hogy egy Alarik nevű germán király vagy törzsfőnöknek a személye és a hódítása, ő gót volt konkrétan, a Baltikumot, a Balkánt, majd Rómát támadta, tehát a birodalomnak ezeket a területeit, ez a központi területei, hogyha úgy tetszik, ez a harmada, a középső harmada a birodalomnak. Dúltak, raboltak, fosztogattak, és felgyújtották, amit tudtak. Nem tudom, tudjátok, hogy Jerikó hogyan pusztult el, a bibliai Jerikó? Úgyhogy a hébereknek meg kellett égetniük tűzzel, és amikor feltárták a város romjait, azt találták, hogy volt egy nagyon vastag réteg, ilyen elszenesedett hamuréteg. Tehát azt mondják a régészek, hogy minden jel szerint meghordták éghető anyagokkal, mert önmagában a város nem égett volna annyira. Tehát régészetileg is bizonyított, amit a Biblia mond. Ez csak azért mondta, hogy ez volt a módszer sajnos régen, hogy ahhoz, hogy égjen valami, ahhoz kellett vinni anyagot, hogy égessék. És figyeljétek meg, azt olvastuk az első trombita szónál, hogy az élő fáknak a harmad része megégett. Gyakorlatilag ez történt, a gótok letarolták az erdőket, meg kellett nekik a fa a pusztításaikhoz. Tehát gyakorlatilag erre is utal, ha úgy tetszik, ez a rövid szöveg. A másodiknál még inkább kitetszik a történelmi megvalósulás, vagy ez a fajta párhuzama a leírásnak és a valóságnak. A második trombita szó, nál a tenger áll a középpontban, ha figyeltétek, hogy a tengerbe vettetett, mint hogyha egy tűzelégő nagy hegy oda esett volna bele a tengerbe, a tenger harmad része vérrélőn, és meghalt a tengerben lévő állatok harmad része. A másik nagy próbatétel a Római Birodalomnak ebben az időben a vandálok voltak. Hát ugye a fogalom az ismert, szoktuk is használni hétköznapi értelemben. A vandálok Észak-Afrikában éltek, onnan támadták, a tengeren keresztül gyakorlatilag kalózkodtak, és így fenyegették Rómát.
két ellencsapás kísérletet jegyeztek fel, csak azért mondom, hogy a számokat, hogy lássuk, hogy milyen komoly dolgokra utal itt a profécia. Egy spanyol város, nem tudom, jól lehetem-e Cartagena vagy Cartagena, itt volt 300 gályából plusz kiszolgáló hajókból egy flotta. A rómaiak próbáltak rajtütni a kalózokon, de elárulták őket, és a kalózok ütöttek rajtuk a rómaiakon, és elpusztult ez a hatalmas tömeg hajó, és nyilván vele az ember. Ugye erre mondja azt, hogy a tenger harmad része vérrel jön, hogy óriási vérveszteségek érik majd ezt a birodalmat a tengeren is. Aztán keletről hoztak egy 100 000 fős egységet 1113 hajóval a vandálok ellen. Hát ez még nagyobb flotta volt. Ezeket felgyújtották a vandálok, és elpusztultak a tengeren. Tehát két nagyon súlyos veszteséget szenvedett el. Nyilván ezt mi nem tudjuk, nem tartjuk számon, de a rómaiak szerintem nagyon is tudták, és számon tartották. És benne van, ha megnézitek a 9. verset, hogy a hajóknak harmad része is elveszett. Magyarul, hogy a tengeren milyen veszteségek érik majd, milyen fájdalmas csapásokként érik ezek Rómát, az akkori társadalmat. Olvasom a harmadikat. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizeknek harmad részére, és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változék azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűkké lőnek. Ugye, hát akik biblia magyarázattal foglalkoznak, úgy tudom, mindenhol egyetértésem, hogy ez valószínűleg az Attila általi fenyegetettségét jelenti a római birodalomnak. Ő volt az a kiugró, tündöklő hadvezér, ugye, egy nagy csillag, ahogy írja. És az Alpok az a forrásterülete volt a Róma folyóinak. Az Alpokat érte az ő támadás, abból az irányból támadott. Itt is iszonyú vérveszteségek érték Rómát. Nem tudom, olvasta-e valaki Gárdonyi Gézától a Láthatatlan ember című könyvet? Én olvastam, egy nagyon jó könyv. Annak a középpontjában a Catalaunumi csata áll. Ez volt az egyik legsúlyosabb ütközet a támadó barbárok, úgymond, és Róma között. Terep utána is olvastam készülve mára. Azt írták, hogy gyakorlatilag senki sem volt győztes a csata végén. Csak rengeteg embert vesztett mind a két fél. De hosszú távon mégis Attila bizonyult nyertesének a körülményeknek, azért, mert annyira kimerült Róma, erre az egyre még képes volt, hogy ott megállítsa, de a következő évben már akadálytalanul nyomult be Itáliába, és nem tudták megállítani. Tehát arról szólnak ezek a szakaszok, csak összegzem, mert tényleg nekünk a Biblia és a lelki tanúsága fontos, hogy milyen súlyos csapásokat szenved el ez a római társadalom, ez az egész szerveződés, és hát csak azért mondom társadalom, mert az embereket ez érte, ha más nem a híre. És itt a kérdés, hogy miért. Engedjetek meg egy rövid összefüggést elmondani, vagy felmutatni. Időszámításunk szerint 303-ban hirdetik meg a legkegyetlenebb keresztény üldözést még a pogány római birodalomban. 313-ban azt mondják, hogy jobb, hogyha vége lesz, leállítják. 321-ben már rendeletet hoznak a vasárnap ünneplésről. Ugye most az érdekes, mert nálunk is éppen terítéken, hogy kell, nem kell, hogy kell. Rómában 321-ben beiktatták a vasárnapot, hivatalos ünnepnek. Addig is a napisten kultuszát követték, de most ugye ilyen keresztény szempontból iktatták be. Egy rendeletet adott ki Konstantin, és 325-ben pedig már ő elnökölt a nikaiai zsinaton, és hozott döntéseket. Gyakorlatilag egy bő évtized alatt megfordult a világ, és nem csak, hogy megtűrt, hanem hivatalos vallássá vált a kereszténység, noha üldözték. És most jön a legérdekesebb fordulat, hogy 380-ban Teodózius császár már azt hirdeti ki, hogy aki nem keresztény, azt fogják üldözni. Teljes a fordulat. És azért érdekes, amit most olvasunk, amiket én eddig olvastam nektek, az első három trombita szó, az a negyedik, vagy hát az ötödik század eseménye, tehát a 400-as évek, a rákövetkező évszázad. Tehát Róma látszólag keresztényé vált, azt várnánk, hogy akkor bírja Isten támogatását. Ehhez képest mit olvastunk? Hogy büntetéseket hordoz magán, nem akár milyeneket. Isten nem védi meg ezt a birodalmat és ezt a társadalmat. Mi lehet az oka? Valószínűleg az, amit így ír Pál apostol Timóteusnál, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez a társadalom nem volt méltó arra, hogy az Isten megvédje őket.
ahogy mondjuk tette ezt, mármint, hogy ugyanígy nem védte meg őket, a zsidó népet sem a bírák korában, amíg nem tértek meg hozzá. Ez volt Isten válasza ebben az időszakban. Nézzük a negyedik trombita szót. Negyedik angyal is trombitált, 12. vers ugye, és megvereték a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. Hát a harmad rész az következetesen itt van most is. Mire utalhatnak ezek az égi testek? Hát egyrészt utalhatnak arra, hogy a római kultuszokban szerepe volt ezeknek. Napistent imádtak, ugye Mars volt a hadisten, ha jól tudom. De jelentették ezek a mindenkori társadalomnak a legtündöklőbb vezetőit, a legnagyobbakat, hogy azokat is érik ezek a csapások. Gyakorlatilag úgy mondhatnánk röviden, hogy minden összeroppant a népvándorló törzseknek a heves támadásai alatt, és Istennek a rossz hallása jutott kifejezésre ezekben a csapásokban. Nagyon érdekes, hogy pogányokkal büntet keresztényeket. Az Ószövetségben pogányokkal büntetett zsidókat. Azért, mert ez a helyzet, és kénytelen megengedni. Azt mondja a 13. vers, és láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, 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 a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És képzeljétek, hogy eddig ezt olvastuk, és jön egy hang, amelyik azt mondja, hogy most rosszabb következik. Ugye bekapcsolódik a három jaj, majd olvassátok el ti is, tudnék mostantól nem olvasom minden szakaszát már az üzenetnek, hogy azt mondja, hogy nem elég, hogy csapások, hanem súlyosbodnak ezek a csapások. Miért súlyosbodnak? Mert igaz az, hogy Isten történelmileg büntette a kereszténységet, amelyik csak hitvalló volt, de nem gyakorló, és még erre sem reagál, akkor fokozni kell a büntetés mértékét. Akkor egyre erősebb büntetések jönnek. Itt csak megjegyzem, hogy az angyalt repülni a 13. versben, utána jártam, és azt írják több helyen is, hogy ez inkább sas, nem angyal, tehát itt nem egy ilyen isteni üzenet, hanem egy ilyen balsors-szerű, végzetszerű jelenség ez, hogy egy sas formájában hirdettetik meg ez az ítélet. Ugye azt látjuk eddig az első négy trombita szó révén, hogy Isten nem marad, tehát nem hagyja bizonytalanságban a társadalmat, akkor is, hogyha nem hívő, próbál jelzéseket adni ilyen formán, megrázkódtatások által. Ezt tette Egyiptomban is emlékeztek. A tíz csapás az mi volt? Fenyíték egy társadalomnak, amelyik nem akar tudni az Istenről. Tudnia kellett a csapásokról. Itt is ennek látjuk a bizonyságát, és ugyanez folytatódik a 9. fejezetben. Elég nehéz volt ilyen tömörre szerkeszteni a mondandómat, úgyhogy mostantól nem olvasnám a szakaszokat, kérlek, majd olvassátok el otthon. Inkább feltenném azt a kérdést, hogy ha ez a szemlélet igaz és megalapozottnak látszik, amit eddig mondtam, akkor történelmileg milyen csapások érhették még mondjuk a középkorig bezárólag a kereszténységet? Mi az, amiben felismerhetjük azt, hogy ez a folyamat folytatódik és súlyosbodik? Kik látogattak ide Európába? Bevezetőben mondtam, a katolikus protestáns vitánál hivatkoztam rájuk. Megjelenik az iszlám. Ugye a törökök például, az oszmán birodalom is ugye ennek az egyik képviselője. Azt mondhatjuk, hogy megszületik a 8. században az iszlám, és hát a 7. században az iszlám, és rögtön erőszakosan terjeszkedni kezd, és támadja a római birodalom maradványait, Isten pedig megengedi, hogy ez eredményes legyen. Ugyanúgy, mint a bírák idén, amit már mondtam. Hát, hogy az iszlám milyen, ebből a szempontból azt ma is láthatjuk, hogyha követitek a híreket, hátborzongató. Tehát elég kegyetlen, elég erőszakos, elég elszánt, elég fanatikus, és akkor is az történt, hogy egy darabig ellenálltak neki, de aztán kimerültek ezek a őt környező országok, társadalmak, és benyomult Európába is. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy ugye Spanyolországnak a déli része az nagyon sokáig iszlám fennhatóság alatt áll. Tehát azt hiszem Kordoba meg ezek a területek, én nem jártam ott, de az építészet is magán viseli a nyomait.
Én emlékszem, rá tegnap is ellenőriztem, 732-ben időszámításunk szerint Poátyénál megállította őket Martel Károly, tehát tovább nem jöhettek, Franciaországba is be akartak jönni, nem tudtak, de Spanyolországban még évszázadokig ott voltak, ki kellett őket onnan verni. A másik irány, ahonnan jöttek, az pont mi voltunk. Ugye csak azok meg az oszmánok, a törökök, az a második hullám. Ezt a kettőt olvashatjátok a 9. fejezetben. Azt látjuk, hogy egészen a középkorig bezárólag érték a támadások, a büntetések, az ítéletek, a hányattatás, Európát és a kereszténységet, mert évszázadok múltak el Krisztus óta, de csak nem akart kiformálódni az, aminek ki kellett volna. És Isten nem vonult vissza, nem hagyta annyiban a dolgot, hanem megengedte mindezt. A 9. fejezetben olvashattok a török hódításnak az évszázadairól is, mármint jelképesen. Ott lesznek majd bizonyos napok, számok, én erre most nem térnék ki. A Nagy Küzdelem című könyvben van egy fejezet, egy amerikai reformátor, ez a fejezet címe. Ott olvashatok arról, hogy egy Josiah vagy Josiah Lynch nevű ige hirdető, prédikátor, hogyan azonosította be ezeket az idői hivatkozásokat azzal, hogy az oszmán birodalom felemelkedése és hanyatlása és eltűnése, ezek időben hogyan alakulnak, és hát úgy tűnik, hogy egészen pontosan megadta ezt a proféciát. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, bocsánat, hogy eddig nem volt annyira labirincső, de hát ez is része Jelenések könyvének, és erre is igaz, hogy aki olvassa és akik hallgatják, ha megtartani nem is tudjuk. Azért annyit hadd mondjak nektek, hogy mi utána vagyunk ennek, nekünk ez történelem. De akik benne voltak évszázadokig, ha ők ezt értették, vagy érthették, amiket mond a Biblia, ahogy ott volt ez a kérdés Magyarországon is a reformáció idején, hogy ha van Isten, most akár protestáns, akár katolikus, de miért van itt a török? Miért teszi azt, amit tesz? És sokáig itt volt, és fennhatósága volt. Ezek feszítő kérdések voltak azon korok embereinek. És ami nekünk nem közvetlenül kérdés, azért még kérdés lehet, és jogos kérdés lehet. Én azonban még ahhoz kérek egy kis türelmet tőletek, mert az időnk tényleg lejár, hogy egy nagyon fontos dologról szólok, mert szerintem ez az igazán fontos rész, ami gyakorlati és mai vonatkozású nekünk a mai szakaszban, ebben a hét trombita szóró szóló látomásban, ez maga a közbeékelés, amire utaltam. Tehát eljutunk a 6. trombita szóig, ugye az iszlám fenyegetettség kapcsán, amit mondtam is, és ekkor nem a 7. következik meglepő módon, az csak majd a 11. fejezetben jelenik meg, hanem valami másról kezd beszélni. Megint nyilván azért az Isten szerkesztette a Szentírást, ugye ez egy szerkesztett könyv, tehát nem diktálta, ihlette, és ő úgy ihlette, azt mondta, hogy a megfelelő pontokon álljon meg a gondolatmenet, mert valami fontos dolgot akar mondani. És itt ez történik a 10. fejezettel, ezt olvasom már. Azt mondja a 10. fejezet, és láttam egy másik, tehát nem a 7 közül való, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, mármint úgy sugárzott olyan dicsőséggel, és a lábai, mint a tűzoszlopok. Talán itt meg is állnék, mert ha emlékeztek rá, az első fejezetben van egy hasonló leírás. És ott kiderül, hogy ki az, aki így néz ki. Jézus Krisztus. Ugye azt senkit ne lepjen meg, hogy angyalnak nevezi, mert az csak annyit jelent, hogy valaki, akit elküldtek. Ő is el volt küldve. Tehát azt mondja például az Ószövetség, amikor vonul az ószövetségi nép felhő és tűzoszlop vonul előttük, azt mondja, hogy az takar valakit. És kit takart? Azt mondja a kijelentés, hogy én azt művelem, hogy az én angyalom megy el előtted. És tudjuk, hogy ez nem akármilyen angyal volt, Jézus Krisztus ment a saját népe előtt, csak hát a dicsőségét el kellett, hogy rejtse. Tehát itt egy olyan angyalról beszélünk, aki nem is angyal. Jézus Krisztus maga az, aki itt megjelenik Jelenéseknek a 10. fejezetében. Azt olvassuk, hogy a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre, a szárazföldre, és kiáltott nagy szóval, mint amikor az oroszlán ordít, és mikor kiáltott, megszólaltatta a 7 mennydörgés az ő szavát. És amikor a 7 mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akartam írni, és az égből szózatot hallék, amely ezt mondta nekem, pecsételd be, amiket a 7 mennydörgés szólt, és azokat meg ne írd. Azért érdekes lehetett látnoknak lenni is, nem? Tehát, hogy mi mindent látott János, aztán reagálni próbált. Azt mondták, hogy nehogy megtegye, amit akar, nehogy leírja.
Mi derült ki ebből a szakaszból? Tehát, hogy ugye Jézus Krisztusról van itt szó, egy nagy és erős angyal, itt írta is, hogy nem akármilyen, ez egy erős angyal. És pontosan úgy jelent meg, ahogyan olvassuk az első fejezetben és Dániel 10.6-ban is, az esküvés módja is hasonlít a körülményei, a külső megjelenése ilyenkor. Dániel 12.7-ben olvassuk, de mire esküdött? És itt jön a folytatás. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte a kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többet nem lesz. Erre esküdött meg. De valamit még hozzátesz, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Hát ez egy komoly eskü, már csak azért is, mert Jézus Krisztus mondja. Azért is, mert igen komoly külsőségek között mondja. De mit akart ezzel mondani? Hogyan értsük azt, amit itt olvastunk? Azt mondja először, arra esküdött meg, hogy idő többet nem lesz. Néha szoktam mondani olyan testvéreimnek, akiknél hát gondol a pontossággal, hogy őket valószínűleg ez az ige ragadta meg nagyon a Bibliából, hogy idő többet nem lesz, de még nem tartunk ott. Tehát ilyen értelemben legalábbis nem tartunk ott. Mire akar utalni ez eredeti szöveg összefüggése szerint? Hogy a Bibliában vannak olyan kijelentések, olyan proféták, amelyek idői vonatkozások, tehát időt határoznak meg. Mondok példákat, a 490 év a zsidó népre, ami szabatik. Az 1260 év a középkori egyháznak a domináns fennállása. A 2300 év a leghosszabb időszak, ugye a szabadulás lehetőségétől az oszvecsi zsidó nép ugye elindulhat Babilonból vissza, a templom és a város újjáépítésének a szabadsága, hogy így mondjam, ezer rendelettől kezdve a lejártáig, amikor megtisztítatik a szent hely. Ezek az idői kijelentések. Azt mondja ez az eskü, hogy na ilyen többet nem lesz. Tehát újabb szabott idő, újabb szabott korszak, újabb időpont, amire számolni lehet, amihez viszonyítani lehet, mint évszám, ilyen többet nem lesz. Mert ezek lejárnak, ezek elfogynak, és azt mondja, hogy ha nem, ehelyett, azt kell szem előtt tartani, és azt kell tudni, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, ugye ez majd a 11. fejezetben következik, tehát még nem tartunk itt, hogy amikor az majd trombitálni kezd, akkor fog történni valami, ahhoz kell viszonyítani. És mi fog történni? Akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. A végét értem, hogy megígérte azoknak, akik az ő emberei, a proféták. De mi az, hogy elvégeztetik az Isten titka? Mi az Isten titka? Hogy kérdezzelek meg benneteket. A megváltás műve, nem? Mert egy nagy titok, hogy lehet ezt a világot megmenteni, ennek azt a részét, amelyik menekülni akar. Azt mondja, hogy a megváltás műve akkor fog célba érni, akkor kezdődik meg ez a végső folyamat, amikor a hetedik angyal trombitálni kezd. Mint egy megelőlegezi ezt a bizonyos hetedik trombita szót. És így folytatja, 8. vers, és a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nekem, és mondta, menj el és vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Tehát most nem az angyal beszél, hanem hozzá küldik. Elmentem azért az angyalhoz, mondván néki, add nekem a könyvecskét. És mondta nékem, vedd el, és edd meg. És megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, de mikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. Hát furcsa, tudom a leírás, de aki ismeri a Bibliát, ugye az Ószövetségben is volt, hogy most feküdjön az egyik oldalára a próféta, ennyi ideig, aztán másik oldalára. Tehát Isten nem egyszer tette azt, hogy nagyon látványos illusztrációt adott kijelentésekhez. Majd modern korban érünk, azt szoktuk mondani, hogy audiovizuális oktatás. Az ember szereti azt, hogyha láthat is valamit. Az Isten jól ismeri az emberi lényt, ő régen is adott látható módon kijelentéseket, hogy nyomot hagyjon az emberben. Itt is ez történt.
egy egészen személyes utasítást adott, azt mondta, hogy menj oda az angyalhoz és vedd el a könyvet. Mikor oda ment, az angyal odaadta, de azt mondta, hogy ne csak vedd el, edd is meg. És megmondta, hogy mit fog tapasztalni. Azt mondta, hogy először majd úgy érzed, hogy édes, de mire tovább jutsz időben, akkor meg keserű lesz. Nyilván itt egy jelképről van szó, tehát nem fizikailag kellett ezt megenni végül is, hanem mit jelenthet egy könyv esetében a megevés? Az, hogy megértem, elfogyasztom, magamévá teszem az abban leírtakat, és azt mondja, az első reakció nagyon-nagyon pozitív lesz, édes lesz a megértése, utána viszont valami egészen ellentétes lesz a tapasztalat. Nyilván könnyebb lenne, hogyha tudnánk, hogy miféle könyv ez. Szerintem legtöbben tudjuk, miféle könyv ez, de nekünk mindig úgy kell készülni, hogy mit mondjunk annak, aki nem tudja. Hogy mondjam el, hogy meggyőző legyen, és hogy belássa, és hogy nem belemagyarázás. Hát ugye azt mondja, hogy könyvecske, tehát ez egy kicsi könyv. Gondoljátok meg, hogy régen ugye tekercsekről volt szó, tehát nem a mi nyitogatós könyvünk volt a könyv, hanem egy ilyen tekercs. Ha valami hosszú, az vastag volt, az nehéz volt. Ez nem. Ez kicsi volt. A másik, amit mond, az, hogy nyitott. Az mindig azt mondja, hogy nyitva volt a kezébe. Még kell azt mondani, hogy nyitva volt. Hát hogy legyen? Hát amit olvasnak, az nyitva van. Mondok egy példát nektek, hát ha ez segít, hogy miért érdekes ez. Amikor József Egyiptomban van, akkor azt mondja a Biblia, hogy mindig mondja, hogy a Potifár az egyiptomi Potifár, az egyiptomi ember. Hát Egyiptomban vagyunk, még kell ezt hangsúlyozni. Hát azért, mert akkor, mint tudjuk, nem éppen egyiptomiak töltötték be a magas tisztséget. Tehát ez egy rendhagyó dolog volt, ezért hangsúlyozza. Mikor azt mondja, hogy nyitott a könyv, miért hangsúlyozza annyira? Mert ebben van valami rendhagyó. Tudnék, hogy korábban ez a könyv zárt volt, és van egy olyan könyv a Bibliának, ami elég jelentőséggel bír, elég rövid, és azt olvassuk róla Dániel 12.8.10-ben, hogy bepecsételtetik a vég idejéig. És tessék megfigyelni, hogy pont a vég idején járunk, mert a 6. és a 7. trombita szó között van beékelve ez a látomás. Nekem is most tűnt fel, be valami készültem hozzátok, hogy a 6. és 7. trombita szó, a vége az újkori történelmen, keresztény történelmnek, időben itt járunk, és most közli azt, hogy most nyitva van a könyv. Eddig volt bepecsételve. Ahogy eddig nem tárult fel megértésre, mert nem tárult fel, most viszont itt az ideje, hogy megértsék a könyvet. De mire utal ezzel, és ez hogyan teljesedett? Dániel könyvét akkor értették meg, amikor elérhetővé vált a könyv. A középkorban nem volt elérhető, nem tudom, tudjátok, hogy a Biblia nem volt elterjedt, nem igen volt lefordítva sokáig, és volt, hogy halálbüntetés terhe mellett nem volt szabad olvasni. Becsüljük meg a helyzetünket, meg a szabadságunkat. Dániel könyvét a reformáció után vették igazán kézbe, akkor olvasták, megfigyelték az 1260 év lejártát, gondoljátok meg, akik kortársai voltak az 1260 évnek, és rájöttek, hogy van egy ígéret, hogy le fog zárulni ez a középkori üldöző kereszténység, mint időszak, és igazolódott, amikor kiszámolták, hogy úgy történt, ahogy gondolták, 1798-ban egy halálos sebet kapott ez a hatalom ugye a francia csapatok révén, és Dániel könyve hatalmas módon igazolódott ezáltal. És ez pontosan akkor történt, ez a felismerés, amit a Jelenések könyve is mond, hogy a 6. trombita szót követően kiűzik az iszlám csapatokat is Európából, ugye kiverik a törököket Európából, visszafoglalják az európai területeket, a megszállt területeket, tehát időben is ez pont akkor következett be, ezt követően, ahogy itt is olvassuk. És hogy igazolódott az 1260 év, elkezdték számolni, hogy nézték, hogy van-e más. Ugye az embereket izgatta, hogy van más időkijelentés, és volt másik. Ez a 2300 év volt. És azt is elkezdték kiszámolni. És rájöttek, hogy ez 1844-re mutat előre, akkor fog lejárni. És itt hadd mondjak nektek egy érdekességet, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás, hogy egy 2500 éves proféciát egy 6000 éves történelmen belül megtalálni a helyét, hogy pontos legyen. Nem kicsi. Ez több mint egyharmada az egész emberi történelmek, ez az idő, amit ez megragad, ez a profécia. Lehet-e tudni, hogy jól számoltak? Főleg, hogy a végén olyasmi történt, mi már tudjuk, amit senki nem látott, hogy most vagy úgy volt, vagy nem úgy volt. Tehát, hogy a mennyben állítólag valami történt. Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen, hogy honnan lehet tudni azt, hogy egész biztos, hogy jól számoltak, és akkor járt le.
Ez egy ilyen frissítő kérdés itt a vége felé már, bátorítom. Ez a profécia össze van kapcsolva egy másikkal, azt tudjátok, az a 490 éves. Azt mondja, 490 év szabatott a 2300-ból a zsidó népre. Nyilván az elejéből és nem a végéből. Akkor ezt úgy kell elképzelni, mutatok valamit, bocsánat, ilyen helyből próbálom az ábrázolást megoldani, hogy van egy rövidebb profécia, meg van egy hosszabb, és annyit tudunk, hogy ugyanaz a kiindulási pontjuk az egyértelmű. A rövidebb már rég lejárt. És látványosan, mert Dániel könyve 9. fejezete azt mondta, hogy eljön a messiás, az utolsó hét felén megáldoztatik, véget tett a véres áldozatnak. Tehát ellenőrizhetjük, Jézus Krisztusnak a halála idejét nagyjából ismerjük, hogy a rövidebb profécia időben jól helyezkedik el, jól értettük-e meg? És igen, igen. Ha 457-től számoljuk időszámításunk előtt, akkor igazolódik Jézus életében az, amit a profécia mond, hogy annyi akkor, amikor a profécia mondja, akkor halt meg. Magyarul a rövidebb profécia hitelesíti a mi számunkra a kezdőpontot. Milyen kegyelem. És így akár mennyire is nem látható az esemény a hosszabbik végén, mi tudhatjuk, hogy jó a kiindulási pont, és ezért jó a végpont is. 1844-ben történt valami. Akik ezt felismerték, és akik hirdették, azok úgy értették meg, hogy egy olyan dolog fog történni, ami mindennek véget vet. Eljön Jézus, véget vet a mi világunknak, itt mindent rendbe tesz, minden megtisztítatik, vége lesz a bűnnek, minden következményének. Ezt várták, ezt hirdették, ebben hittek, és ebben csalódtak, mert még mindig itt vagyunk. És már lassan közel 200 év telt el azóta. Az első kérdésem az az, hogy el tudjátok-e képzelni az ő csalódásukat, hogy mekkora volt? Attól tartok, hogy nem tudjuk. Megmondom, miért nem. Minden csalódás a várakozással arányos. Minél jobban várom, annál fájdalmasabb, ha csalódok. Nem akarok megsérteni titeket, de szerintem egyikünk se várta még úgy Jézust, ahogy ők várták, amit olvastam róluk, hogy ők hogyan vették ezt komolyan, hogyan rendeltek alá mindent ennek az életükben, hogyan áldoztak fel mindent ennek az érdekében. Szó szerint mindent, volt, aki mindent a vagyonát, és erre tette fel, és nem jött el. Az egyik kérdésem az az, hogy mit érezhettek ők, akik csalódtak. Hát annyit tudok, hogy a nagy részük az rosszul dolgozta fel. Úgy ítélte meg, hogy ő valaminek az áldozata lett, és ott hagyta, és megbánta. Kiábrándult ebből az egészből. A másik része az azt mondta, hogy az Isten nem tévedhetett, csak mi tévedhettünk, és elkezdte keresni a hibát, és aztán meg is találta, most erre nem térek ki. A kérdésem alapvetően kettős, és ezzel ér véget így ez a témánk, ez a szakasz, mert hát eddig tart ugye a profécia is, hogy milyen kihívás lehetett nekik ezt megélni, megtapasztalni, aztán feldolgozni, és mégis maradtak, amik voltak, adventvárók, adventisták, ugye innen a név is, mert az adventet várták, hirdették és várták. Az egyik az, hogy próbáljunk ezzel a dologgal foglalkozni magunkban is, hogy mi kiknek az utódai vagyunk, hitbeli utódai, és hogy ők ezt hogy élhették meg. A másik, ami nagyon fontos, azért hangsúlyozom, mert erről szól majd az utolsó vers, amit mindjárt olvasok, hogy a környező világ hogyan élte ezt meg, és hogyan viszonyult hozzájuk. Szerintetek, ha valaki meghirdeti a világ végét, aztán elmarad, az mennyire lesz hiteles az emberek szerint? Ennél nagyobb, bocsánat, ezt mondom, blamát, nem tudok elképzelni. Egy ilyen dolgot meghirdetni, és aztán ott maradni szégyenben. Olvassuk, hogy hogyan nevették őket, hogyan gúnyolódtak rajtuk. Most veled meg, akkor világi emberek mondták, hogy hát mindent erre tettél fel. Engem kicsit emlékeztet különben arra, amit az Új Szövetségben olvasunk, hogyha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, majd hiszünk neked. Legalábbis a gúny, az alaphelyzet az ugyanaz. Ez a kárörvendés. És ehhez képest érdekes az, amit itt az utolsó versben olvasunk, rövid ez a fejezet, a 11. verset hadd olvassam fel nektek. És mondanékem, miután ugye megette, bocsánat, csak hogy még azonosítsam el, és mint olvasnám, tehát ugye arról szólt a látomás, hogy megérti Dániel könyvét, édes lesz a szájába, örülni fog, mert hát micsoda hír, hogy Jézus visszajön egy hívő embernek, és azt mondja, de idővel keserűséget fogsz érezni, nem is akármilyet, mert csalódsz abban. És még egy dolgot ezt hagyd tegyek hozzá, olvastam az egyik átérőnek a beszámolóját a Nagy Küzdelem című könyvben. Nagyon érdekes, hogy voltak, akik
akik hátat fordítottak ennek az egésznek, de voltak, akik azt mondták, hogy az Isten a maga bölcsességében ezt valamiért megengedte. És azt mondta az egyik átélő, hogy olyan, mintha az Isten szándékosan eltakarta volna a megértés elől, az értelmünk elől, hogy nem arról van szó, ami a történést illeti, ami történt, hanem másról. Tudni, hogy mennyben fog történni. Mint hogyha az Isten ezt szándékosan tette volna azért, mert ha mi csak annyit értünk meg, ami tényleg történt, ami nem látható, hogy a mennyben valami fázis változik, tehát a mennyei folyamatokban egy fázisváltás következik be, akkor valószínűleg mi nem tudtuk volna ezzel az erővel hirdetni az üzenetet. Nem tudtunk volna annyira fellelkesülni azon, ami a valós üzenet. És ezért az Isten megengedte a tévedést. Tehát mégis valahol maguk is megtalálták az okát, hogy az Isten ezt a megrázkódtatást miért engedte meg, de az tény, hogy nagyon keserű volt nekik ezt átélni, és ezek után olvasom akkor most már tényleg a 11. verset, ami azt mondja, és mondta nékem, ismét profétálnod kell majd néked sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok felől, meg állítólag az előtt is, ami mind a kettő helytálló, és állítólag nyelvtanulag is helye van mind a két fordításnak. Mi az érdekesebben? Idézek egy másik szakaszt fejből. Elvétetik tőletek az Isten országa, és adatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ez volt a zsidó népnek, amit mondott Jézus. Ott volt egy staféta váltás. Tehát Isten az ószövetségi néptől magát a megbízatást elvette. Egyénileg ugyanolyan joguk van, mint bárki másnak. De elvette a megbízatást, és átadta a kereszténységnek. És most a kereszténységen belül volt egy felekezetközi mozgalom volt, azt nem mondtam, tehát ezek nem adventisták voltak, ezek adventisták lettek. Eredetileg metodisták voltak, baptisták voltak, nem is tudom még ott milyen, sokféle felekezet volt akkor az USA-ban, protestáns körökben. Egy közös volt bennük, hogy szerették az Istent, megértették a lejáró időt, millenniumos üzenethirdetése, meg a munkatársa üzenethirdetése nyomán, és ez összerendezte őket ebbe a várakozásba. Átélték a csalódást, megtalálták az okot, a magyarázatot a Bibliában, továbbra is szerették és követték az Istent, és azt hihették volna, hogy nekik nincs tovább, de az Isten azt mondja, hogy nem, ismét profétálnod kell. Ki élt át hasonlót? Jó, hát nem pont így, de a fordulat, mikor Péter apostol azt mondta, hogy menjünk halászni, hagyjunk itt mindent. És azt mondta, hogy nem, embereket kell halászni. Az együtt, hogy megtagadtál, de megbántad, visszahelyeznek a szolgálatba. Neked ismét tanítványá és apostollá kell lenned. Valami ilyesmit éltek meg, nyilván más a helyzet, mert Péter tényleg nagyot hibázott, itt nem hibáztak egyszerűen, ők nem értettek jól valamit. Az egész világ hiteltelennek tartotta ezeket az embereket, de volt valaki, aki szerint hitelesek voltak. És ez az Isten volt. És azt mondta, hogy nekik, ennek a népnek, a következő nemzedékeiknek is ismét profétálnia kell, feladata van. Kedves gyülekezet, itt olvassuk egy bizonyos értelemben az adventista, akkor még mozgalom, később már egyház, ugye, mert azzá szerveződtek, elhivatását, kicsit erős szónak tűnik, de mégis szereztetési igéit, és azt mondja az Isten, hogy a feladatot meghagyta annál, aki ezt a csalódást átélte. Talán egyetlen egy dolgot hadd mondjak befejezésül, ez majd úgyis előn egy későbbi témánál, hogy olyan világosan le van írva a Bibliába, hogy azt a napot és azt az órát nem tudja senki. És a saját felekezeteik, ahonnan ezek az emberek jöttek, talán erre is hivatkozva ezt nem tudom, de mondták nekik, hogy ők nem társak ebben a várakozásban, ők nem akarnak velük tartani. És emberi számítás szerint azok voltak a hitelesek, mert azok nem tévedtek. És ezek voltak a hiteltelenek, mert ezek meg várták, és csalódtak, és tévedtek. Isten meg fordítva látja. Azt mondja, hogy azok voltak a hitelesek, akik tévedtek, mert vártak, és ezt ő alakította így, megjövendölte, le van írva ebben a fejezetben, ő jövendölte ezt meg, és azok, akik közönyből utasították el, nem azért, mert ők is vártak, csak okosabbak voltak, és ők jól értették, és azért mondtak nemet, nem azért, azért, mert az egész téma iránt közönösek voltak, azok azért tűntek hitelesnek, de valójában nem voltak azok. Én azt kívánom, és azzal zárom a mondanómat, megköszönve a türelmeteket, hogy most így hosszabb lett az egész mai alkalom, és egy kicsit ilyen nehéz is volt a téma, ugye nem én választottam, sorra kell menjünk. Én azt kívánom, hogy
Lássuk meg azért Jelenések könyvének minden szakaszában az összefüggéseket, a tanulságot, és vonjuk le az életünkre nézve. Ma jobban megérthettük a keresztény Európa történelmét, azt, hogy miért érte ennyi csapás ezt a területet és ezt a társadalmat. Ezt leírta ez a 8.-9. fejezet. És azt is megérthettük, hogy Isten hogyan támasztott, és hogyan erősített meg egy népet a maga küldetésében itt a végidőben, hogy az egész világhoz vigye el azt az üzenetet, amit rábízott, és amit az egész világgal meg akar ismertetni. Erről szól majd a folytatás, de arról majd legközelebb fogok szólni. Köszönöm a figyelmeteket. Amen.